Ebben a leckében megismerkedünk a NetBeans integrált fejlesztő környezettel. Kezdjük azzal, hogy letöltjük az alkalmazást. Ehhez menjünk a java.oracle.com oldalra, majd válasszuk ki a letöltések közül a Java Standard kiadásának linkjét. Itt válasszuk a NetBeans és a Java Developer Kit együttes letöltését, és megjelen ablakban válasszuk ki, fogadjuk el a licensz megállapodást, majd válasszuk ki az operációs rendszerünknek megfelelő telepítőkészletet. Letöltés után kattintsunk rá a letöltött alkalmazásra, ezzel telepítsük fel a NetBeans számítógépünkre, aminek eredményeképpen meg fog jelenni a NetBeans alkalmazás ikonja programjaink között. Indítsuk el. Néhány másodperc múlva megjelenik a NetBeans ablaka, aminek legnagyobb részét a NetBeans induló képernyője foglalja el. Ezzel majd későbbiekben megismerkedünk részletesen. Egyőre tudjunk róla annyit, hogy itt is találunk további angol nyelvű oktatóanyagokat, részben a Java nyelvről, részben a NetBeans környezetről is. Bátran próbálkozhatunk ezekkel is. Lássunk munkához, hozzuk létre az első NetBeans projektünket. Erre használhatjuk az eszköztárban lévő új projektgombot, vagy a File menüben lévő hasonló nevű parancsot, valamint használhatjuk a mellé rendelt gyors billentyű kombinációt is. Válasszuk ki a kategóriák közül a Java kategóriát, azon belül pedig a Java Application projekttípust, majd kattintsunk a továbbgombra. El kell neveznünk a projektünket. A hagyományoknak megfelelően egy új programozási nyelvvaló ismerkedést a Hello Világ alkalmazás elkészítésével szoktuk kezdeni. Tegyük most mi is ezt. Nevezzük a projektünket Hello Világnak. Ügyeljünk arra, hogy a Java-ban jelentősége van a betűkírás módjának. Ez úgy mondjuk hivatalosan, hogy a Java case-szenzitív nyelv. Én most nagy H-val és nagy V-vel írtam a projekt nevét. Követhetjük ezt a megállapodást. A NetBeans ekkor kitölti a szükséges mezőket, ezt felülbírálhatjuk, ha szeretnénk, de talán célszerű követni, elfogadni a NetBeans szokásos beállításait, nem módosítsuk ezeket a mezőket. Az ablak alján kérhetjük, hogy a NetBeans generálja helyettünk projektünk főosztályának forráskódját, ezzel megkímél minket attól, hogy fejből kelljen begépelnünk a kötelező szintaktikai elemeket. Befejezés gombra kattintva megszületik első projektünk, aminek Hello Világ az elnevezése. A projekt ablakban látjuk a projekt tartalmát, milyen fájlok születtek, jöttek létre a NetBeans által. Ezzel most túl sokat nem kell foglalkoznunk, nekünk csak a hellovilág.java fájlra lesz szükségünk, ami rögtön meg is jelent a szerkesztő ablakban, a képernyő jobb oldalán. Most látjuk, hogy a NetBeans valóban legenerálta helyettünk az osztályforrás kódját. Nincsen más teendőnk, mint a main metódus törzsét megírnunk. Tegyük is meg ezt. Szeretnénk írni a Hello Világ szöveget a képernyőre. Ezt Java nyelven a system.out.println metódus meghívásával tudjuk megtenni. Zárójelben nem kell más tennünk, mint hogy megadjuk azt a szöveget, amit ki szeretnénk írni, ez esetünkben ugye a Hello Világ üzenet. Gépelés közben érdemes figyelni a képernyőt, a NetBeans segít nekünk az utasítás beképelésében. A szükséges zárójel párokat, a pontos veszőt és különböző szintaktikai elemeket helyettünk is begépel. Ha figyelünk erre, akkor megsporolhatjuk a begépelendő karakterek egy részét. Ezzel elkészült a programunk. Rögtön ki is próbálhatjuk. Az eszköztárban lévő projekt futtatása gombra kattintva a NetBeans megpróbálja lefordítani a programunkat, és ha ez sikeres, ha nem követtünk el hibát, akkor rögtön le is futtatja. Ezt látjuk is az ablak alján. Megjelent a Hello Világ üzenet, valamint jelezte a NetBeans, hogy sikeresen teljesítette a feladatot. Ezzel elkészült az első programunk. Gyakorlásképpen módosítsuk ezt a programot különbözőféleképpen.
Például kiírhatunk további üzeneteket. Például azt, hogy ez az első Java alkalmazásom. Miközben gépelünk, megint figyelhetjük, hogy valami furcsaság történt. A sorszám helyén megjelent egy piros felkiáltójel. Ez azt jelzi számunkra, hogy valami hibát követtünk el a gépelés közben. Ha ráállunk a felkiáltójelre, meg is mutatja számunkra a NetBeans. Angol nyelven azt mondja, hogy pontos veszőt várt volna ebben a sorban. Ugye tudjuk, hogy a Jávában minden utasítást pontos veszővel kell lezárni, és mivel ezt még nem tettük meg, ezért ez a hiba üzenetre hívja fel figyelmünket a NetBeans. Amint kijavítjuk a hibát, a felkiáltójel eltűnik, jelezve ezzel, hogy a programunk ismét hibátlan, van lehetőségünk lefordítani és lefutatni ezt. Meg is történt, most már két soros üzenetet kapunk a programtól az output ablakban. Gyakorlásképpen írjunk ki még különböző információkat a képernyőre, és közben próbáljuk meg kijavítani a felmerülő hibákat. Ezzel az első projektünk elkészült, és megismerkedtünk a NetBeans fejlesztő eszköz alapjaival.